2017 fontos dátum lesz Győr városának életében. Itt rendezik ugyanis az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált. Ennek kapcsán érkezett Győrbe az Olimpiai Bizottság két képviselője, akik két napig az előkészületeket ellenőrizték. Ez a második győri látogatásom. Két nap után azt mondhatom, hogy nagyon eredményes és pozitív volt. Láttuk az új multifunkcionális csarnokot, amely évvégén nyitja meg kapuit, illetve az új oszadát is, amely az ifjúsági olimpiára épül meg. Azt gondolom, ezek a létesítmények fontos előrelépések a város életében. Borkai Zsolt polgármester elégedetten és örömmel vette tudomásul, hogy minden az előzetes tervek szerint halad. Megtekintették a épülő úszodát, megtekintették az épülő multifunkcionális csarnokot, és elcsodálkoztak. Jó pár hónappal ezelőtt, amikor itt voltak, mi nem láttak semmit sem, és most egyszer csak kinőtt két ilyen gigantikus történet a földből. Úgyhogy rendben vagyunk, mert nem szabad elaludnunk, mert számtalan feladat van, és hála Istennek a kollégáimmal, ők folyamatosan egyeztettek és egyeztetnek a tekintetben, hogy milyen lépéseket kell még tennünk annak érdekében, hogy 2017-ben biztosan egy nagyon színvonalas európai olimpiai fesztivált tudjunk rendezni. A fesztivál lebonyolítása hatalmas feladat. A város vezetése abban bízik, hogy Győr sikerrel veszi a nehéz akadályt, ez pedig újabb elismerést hozhat a Kisalföldi megyeszékhelynek.